Tücsöke, a vége fele járunk a kiképzéssel. Tücsök most már a kutyák közelében is nagy biztonsággal tud dolgozni. Nem esik széjjel, nem lesz bizonytalan a közelségük hatására. A tulajdonosnak majd az lesz a legfőbb feladat, hogy olyan ösztönállapotban tartsa ezt a kutyát, ahol még nem esik ki az engedelmességi fázisból. Hát az biztos, hogy a későbbiek folyamán nem ártana, hogyha egy olyan kutyás pontot választana, ahol ezt a belső feszültséget a tücsök ki tudja adni, és ezzel is könnyebbé válik a napi élet vele. Tehát még egyszer mondom, az alapengedelmességet azt elsajátította, a kutyák közül is be lehet vinni, ugye ezt az első időkben nem igen lehetett volna megtenni. Úgyhogy most már a továbbiakban a tulajdonoson múlik az, hogy hogyan is fogja tudni irányítani ezt a kutyát. Lábhoz. Ül. Fekszik. Ül. Lábhoz. Kukos vagy. Lábhoz. Gyere, barátom. Ül. Ül. Fekszik. Ül. Lábhoz. Gyere, barátom, gyere. Lábhoz, kicsi. Fekszik. Hozzám, tücskös. Ül. Lábhoz. Ülj le. Nagyon ügyes vagy. Bravo. Lábhoz. Gyere, barátom, gyere. Kicsi. Lábhoz. Jaj, de lassan eszel. Isten áldjon meg. Ülj le. Okos vagy, szuper. Lábhoz. Gyere, barátom, gyere. Lábhoz. Ül. Fekszik. Fekszik le. Fekszik. Szuper. Ül. Okay. Fekszik le. Ül. Bravo. Szuper. Okos vagy. Szuper. Ül. Nagyon okos vagy. Szuper vagy. Bravo.